Lássuk, mi sül ki a második szegedi szögletből, ez is a rövid sarok felé jött. Haris még beadhatja. Ott a fejes, és a kapufáról megy mellé. Horváth Milán nagyon közel járt ahhoz, hogy megszerezze a szezon első szegedi gólját. Kicsiben végzi el Márk Várt a harmadik szegedi szögletet, Haris. Marga György, Balázs, ez egy lövőhelyzet. Ott a Csavarás ballal, de a hajrában fordította Szegeden edző táborozó hétszeres török bajnok. Tóth megereszti a lövést. Jött a Kecskemét elleni próba. Haris. Ügyes összjáték Pappal. Visszapattan hozzá. Márk Vártnak tenné vissza a lövésre. Odaértek azonban. Megvan még a labda, egy lövés. Ez is mellé ment. De milyen kevéssel. Takács Földes. Baldala beadás. De jó az. Borvető fejjel. És bizony-bizony ki kellett paskolnia szögletre Lótnak. Ezúttal nem Márk Várt, hanem Haris végzi el a szögletet. Kicsiben Varga. Egy lövést! Zseniális gól! Varga György Balázs góllal debütál szegedi színekben. Haris ismételhet. Vissza Márk Várthoz. Állítás nélkül beközépre. A hosszún Horváth Milán lövőhelyzetben. Lót véd nagyot lábbal. Katona aktívabb azért a Tatabánya bal oldala. Jó labdaszerzés. Varga, Takács Földes kerülhet lövőhelyzetbe. Rásuhintja ballal, ott a kipattanó, és tisztáznak borvető elől. Egyébként a Szeged Csanád Grosics Akadémia 2011 óta íródó történelmében még nem találkozott a Tatabánya együttesével. Na de befejezem a gondolatmenetet. Varga akcióját követően földre került, de fölpattant, és aztán megduplázza saját maga és csapata góljainak számát. 49. perc, villámrajtot vesz a második félidőben a Szeged, és Varga Balázs második góljának az egész csapat örül. Nem dőlt még el ez a meccs. Szabadrugás. Ez a szabadrugás gólszerzési eséllyel kecsegtet a Tatabánya számára. 55. perc. Jobbal a lövés, a kapuba. Szépít a Tatabánya, derült égből villámcsapásként. Utána pedig ajkára megy a csapat, de figyeljük Csernik beadását, amelyre többen is érkeznek középen. Tóth bólintja ki, de a lecsorgó a hazaiaké, egy lövés, sátrázatosan meg gól. 2-0-ról egyenlít a Tatabánya. Jagodics Márkot ölelik a társak. Védhetetlen rakétát eresztett meg Takács kapujára. Gera. Visszaszerzi határozottan Gera. Jön a bepassz és a lövés fölé. 75. perc. Mit eszelt ki vajon Márk Várt Dávid? Kapura küldted! De jó kis ötlet volt! És milyen jó lenne ezt a gigászi küzdelmet megnyerni valahogy. Gyorsan elvégzi Csernik, helyzeti előnybe került így a Tatabánya. Jön a beadás, Vas Patrik lő, Takács János mekkorát véd! 79. perc, Kurdics ezúttal is nagyot hajít. Borvető csúsztat, van berobbanó ember! Újabb gól azonban nincs. Vas berúgja a védelem mögé, Takácsnak kell kimozdulnia. Hoppá, nem tűnt elsőre túl határozottnak Takács, és sajnos elhagyta a 16-os területét. Vas Patrik végzi majd el a szabadrugást. Lágyan át a hosszúra, ott a fejes, és ott a gól. Fordít a Tatabánya. Két gólos hátrányból. Ez egészen döbbenetes. Soltész Barnabás. Két cserejátékos hozza össze ezt a gólt. Most kéne egy jó beadás. Nem tudnak felszabadítani a védők. Mohos teszi hátra Márk Várthoz. Bruska volt az, bocsánat. Kurdics fejjel tovább. Most Mohos. Kurdics lő fölé. Márk Várt. Lágyan alá nyúl. Lesz-e vajon lövőhelyzet? Ott van még a labda. Na, valaki rúgja rá. Ott a lövés, és mekkorát védett Lót. Elképesztő. Itt lehetett volna a slusszpoén.